lesz a Miért utáljuk ki a lakóautósokat mindenhonnan című történet demonstrációja. Ugye, mint a táblán látszik, lehet itt tartózkodni este 9, vagy nem lehet itt tartózkodni este 9 és reggel 7 között, tehát kvázi napközben lehet. Hát milyen jó fejek vagyunk, de ugye arra kérjük a népet, hogy ne teregess ki a ruhákat, meg ne kezdjél itt piknikezni, meg barbecue-zni. Na, ehhez képest mindjárt mutatom, hogy mi van. Na, ezeket csak így hátulról fogom megmutatni, vagyis a selfie kamerámból. Jó, ezek még talán itt szörfözgetnek, meg itt furgonnal vannak. Ez... Hát ez betűs. Akkor Svájc. Na, ők a nagy híres svájciak, akik már azért is feljelentik egymást, hogyha éppen rossz helyen parkolsz le 2 percre a ház előtt. Na, és most jönnek a csizmás országból valók, akik aztán túltesznek itt mindenen. Na, ők azok. Láthatjátok, babakocsi, minden van. Gyerek. Kiteregetés, omnisztor, ahogy kell. Minden van. Úgyhogy, hát olaszul igaz lehet, hogy nem volt kiírva. Csak angolul, spanyolul, meg franciául, meg németül. De hát szerintem a piktogramokból lehetne tudni, hogy értekezni. És ugye azért, mert itt jó a panoráma. Ne is ugye, hogyha ráthívják a rendőrt egy ilyen ember miatt, akkor ugye megint jön, hogy a bunkó lakóautósok. Holott valaki csak megállna szimplán, mint a többiek, és itt parkolna, de nem. Már a kisujjukat nyújtják, és neked az egész karjuk kell.